Sok szeretettel köszöntöm az EVTN nézőit. Az a megtiszteltetés ért most bennünket, hogy Czakkel Ernával, dr. Czakkel Ernával ülhetek le az ő otthonában, beszélni arra, hogy mit is jelent számára a Szent Mise, és mit is jelent a Szent Mise közvetítéseket nézni az EVTN Katolikus Világhálózat csatornáján. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Hálásan köszönjük, hogy itt fogad bennünket a saját gyönyörű otthonában, a gyönyörű képekkel és ikonokkal körülvéve. Természetes, örülök, hogy szolgálhatok. És hát azt is mondjuk el a kedves nézőinknek, hogy egy nagyon buzgó nézőnk, igen. Erna, aki megengedte, és ezúton is hálásan köszönöm, hogy szólíthatom Ernának. Természetes. Szokta nézni a Szent Miséket az EVTN csatornáján. Igen. Talán mielőtt erre pillanatra rátérünk, elmondja néhány szóval, hogy mit jelent az ön számára a Szent Mise? Hiszen én megtudhattam itt még, mielőtt a kamerák elkezdtek forogni, hogy már egészen kiskora óta rendszeresen, sőt napi szinten magához vette az eukarisztiát. Az életemnek az erőforrása, azt az életet, amit éltem, és még jelen pillanatban is élek, ahhoz erő kell. Elviselni, hogy most már csak a tévén keresztül tudok részt venni a Szent Misén. Mikor volt az a pillanat, mikor született meg az a pillanat Erna szívében, amikor azt mondta, hogy most magamhoz vettem, innentől kezdve minden nap én szeretnék az oltári szentséghez járulni. Kis gyerekkorom óta egyedül is jártam szentmisére, és mindig irigykedtem azokra, akik tulajdonképpen oda mennek a paphoz, és kapják az ostrát. Nem tudtam, hogy az még akkor micsoda, természetes. És vártam rá. És amikor aztán nagyon szigorú, határozott hitoktató néném volt, aki nagyon egyértelművé tette, hogy mit jelent az ember számára, nem a gyerek számára, hanem az ember számára az oltári szentség. És amikor én először találkoztam, akkor éreztem, egy olyan, hogy révbe jutottam. Révbe jutott. Ez tetszik? Ez tetszik. Volt egy olyan konkrét pillanat, akár gyermekkorában, akár már fiatal felnőttként, amikor hát mondjuk azt, hogy megtérés, ugye szoktuk mondani, hogy az egész életünkben minden nap van egy megtérés pillanat. Igen. De amikor így nagyon konkrétan tudta, hogy na most találkoztam az eukarisztiában, a Szent Misén, magával Krisztussal. Az, hogy egy nagy megtérés, bevallom őszintén nem volt. Mert mindig úgy belepróbáltam simulni az Isten akaratába, a szeretetébe, és nagyon, de nagyon jó lelkiatyám volt fiatal koromban, 27 éven keresztül, egy csodálatos ferences atya. És ő nagyon segített nekem ezzel. Az első szentgyónás, a második szentgyónás után elbeszélgettünk, és ezen a beszélgetések voltak olyan értékesek számomra, hogy ezek nagyon meghatározták az életemet. Akkor ezek szerint ott volt egy kvázi apa személy. Apa, apa személye az ön életében, aki segítette, aki támogatta abban, hogy ez tényleg egy találkozás legyen Krisztussal, minden egyes imádság. És ott jöttem rá igazán, hogy az Isten nagyon szeret, hogy édesapám odát van a mennyországban, bízom benne, és adott egy földi apát a pap személyébe. És tulajdonképpen ezekkel nagyon jó volt. Egészen az ő haláláig. És utána megint csak egy kis idő telt el, akkor jártam, de nem ugyanahhoz az atyához, 40 évvel ezelőtt találkoztam Vigasi Mihály atyával. És attól kezdve ő volt egy elég hosszú ideig a gyóntató atyám, meg lelki atyám. Szép, ahogyan ez végig kíséri a lelki atyáknak a szerepe, a lelki atyáknak a hatása az életében. Hogyha a szentmisékre gondolunk, mindazokra a szentmisékre, az a több, hát valószínűleg több ezer szentmisére, amire valaha részt vett. Mi az a pillanata a szentmisének, ami Erna szerint most ebben az élethelyzetében, vagy akár kiskorában, azok a pillanatok, a szentmisék, amik mindig a legfontosabbak voltak, amiben a egyesülni tudott Krisztussal. Természetesen maga az oltári szentség magunkhoz vétele az teljesen egyértelműen, de hogy a misének voltak olyan részei, amik mindig abban az adott életszakaszban
egyfajta támaszpontot nyújtottak önnek. A szentbeszédek voltak nagyon fontosak, amit én mindig úgy vettem, hogy egy mondat megragadott, és akkor azon a szentmisén csak azzal foglalkoztam, azzal az egy mondattal. És akkor azt én egész nap azt élt, próbáltam megélni. Ez egy nagyon jó tipp. Ez egy nagyon jó tipp, hiszen azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy hallgatjuk a homiliáját az atyának, igen, és aztán lehet, hogy már 20 perccel később nem is emlékszünk rá, hogy mi volt. De hogyha arra az egyre tudunk koncentrálni, és aztán magunkkal vinni az egész napra, és esetleg a rákövetkező héten elmondani az atyának, hogy köszönöm szépen azt a tanácsot, vagy azt a tippet, vagy azt a megosztást, akkor azért az atyáknak is egy nagyon jó, pozitív visszajelzés, illetve hát a mi lelki életünk is gazdagodik. Én inkább úgy voltam, amikor beszélgetünk, amikor azt tetszett mondani. Uh-huh. És nagyon jó volt, hogy nem tegeztük az atyát. Én akkor még. Uh-huh. Vigasi atya volt az első, uh-huh, akivel tegeződtünk. Nagyon jó barátság alakult ki, olyannyira egy kis közösség is volt. Uh-huh. Ja, akkor itt volt nálunk, a kis Szent Teréz plébánián volt, a templomban volt a káplán, és akkor utána, én ugyan nem mentem, amikor elment, nem mentem utána templomba, mert engem egy templomon volt, uh-huh, egész életemben. Ugyanarra a helyre ültem. Első sor, második hely. És akkor mindig találkoztunk, és akkor az is egy ilyen lelki vezetés volt végül is, a kis csoportos beszélgetés. Számos olyan dolgot tetszett megemlíteni, amit azért is jó hallani talán az én generációmnak, a nálam idősebbek, de nálam fiatalabbaknak, mert talán kevésbé találkozunk ezekkel, akár a lelki atya fontosságának a szerepével, akár azzal, hogy valamit elvinni a prédikációból, akár azzal, hogy nem folyamatosan ide-oda járni szentmisére, hanem az egyház községnek a hithű tagjává, igen, formálódni. Én nagyon fontosnak tartottam, amikor hitoktattam a világi munkám mellett, uh-huh, a gyerekeknek a lelki atyaságnak, hogy szabadon nézzel, hallgassa. És úgy érzi, hogy ez most az enyém, akkor szóval menjen hozzá, és kérje meg, hogy legyen a lelki vezetője. Ha pillanatra visszakanyarodunk az eukarisztiára, a szentmisére. Igen. Mit mondaná, hogy az eukarisztia mit jelent Erna számára? Nagy találkozás Jézussal. Eljött hozzám a kicsin gyermekéhez, barátjához, testvéréhez, és táplál, és erősít. És irányítja az életemet. Szóval ez nem tudom másképpen fogalmazni. És mindazoknak, akik küzdenek vele, hogy elhiggyék, hogy valóban Krisztus rejtőzködik az eukarisztiában, nekik milyen tanácsot adna? Az, hogy üljön le és gondolkodjon, és olyan sok irodalom van manapság, olvasson ilyen irodalmat. Címeket nem szoktam adni, egyetlen egyet, az új római katekizmust. És ott mindent megtalál az ember, a kérdéseire megtalálja a választ és a feleleteket. És ha valamit nem ért, akkor menjen a plébánossához, és kérdezze meg. Csodálkoztak annak idején, fiatal lány, hogy egy nagyon szigorú plébános atyánk volt, csúnya dolog, de én még vitatkoztam is vele néha. Az egy nagyon jó dolog. De megkérdeztem tőle is, ha valami nem tett, vagy ha valami nem tetszett, mondtam tovább, megmondtam neki. Mostanában inkább azt vesszük észre, hogy most már nem kérdezünk, vitatkozunk, de nem feltétlen egymással, hanem lehet, hogy egymás háta mögött. Na, ez amit én sose szerettem. Igen. De amikor ugye jönnek nekem paraszkodni, akkor valamelyik papra vagy. Akkor mindig azt szoktam tőlük kérdezni, hány misét mondtál érte? Uh-huh. Hányszor imádkoztál érte? Talán itt a szentatyák összehasonlításánál is ez a kérdés, azért ez egy elég hangsúlyos, nem? Hogy ezért az adott jelenlegi egyházfőért legyen bármilyen évtizedben szüntelen.
tulajdonképpen, mivel sok időm van, egy teljes rózsafüzér az minden esetben a papságért, azért, hogy a hívek tiszteljék őket, és vegyék körül szeretettel, és kérdezzék meg tőlük, hogy mivel segíthetek. Te kérdeztem, hogy mi az, amit javasolna azoknak, aki az eukarisztiátban küzdenek magukban, hogy akkor most mivel is találkoznak az eukarisztia szentségmellésben? Említette az irodalmat. Igen. Van más is? Na most van. Hogy meghalt értem. Jézus azt mondta, hogy én veletek maradok a világ végéig. És ez akkora biztatás az ember számára. És az idősebb korosztálynak megmondom, hisz ő is szenved, hogyha egy parányit tudunk részesülni abban, megtisztel az Isten azzal, hogy valamivel részesítem magamat abban, amit Jézus tett velünk. Uh-huh. És adott értünk. És ő van az, aki mindig mondja, hogy térjetek meg, és ne csodákat várjunk. Egy csodákat ott lehet várni, amikor én leülök, elmondom a gondjaimat az Istennek, és nem kérdezek utána. Várom a csodát, és megjön. És megjön. Megjön. Ha figyelek. Ha figyelek. Ez fontos. Ha figyelek. És mit javasolna azoknak, akik nem feltétlenül azzal küzdenek, hogy az eukarisztiában valóban, valóságosan jelen van-e Krisztus, hanem azoknak, akik a szentmisével küzdenek, hiszen azért nem mindenhol ugyanolyan a szentmise, lehet, hogy van, ahol hamiskásabb a kántor, lehet, hogy valahol a pap, az atya az, aki nem készül esetleg a prédikációra eleget. Nekik mit mondana, akik ezzel küzdenek, hogy hát ők szeretnének egy jó misére menni, de hát tudjuk mi, hogyha a hitünk alapján azért minden szentmise jó. Amikor azt mondják, hogy szép misén voltam, a szentmise az nem szép. Ez egy találkozás Jézussal. Azzal a Jézussal, aki beváltotta az ígéretét, hogy velem marad. Ez én más nem tudok mondani, szóval nekem csak ezt tudom mondani mindenkinek, hogy ő, amit ő mondott, minden beteljesedett. És hát az utolsó vacsora termébe azt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Vegyétek a kenyeret, ez az én vérem, ami lemossa az én bűnömet. Én mindig azt kérem, hogy Uram, mosd le az én bűnömet, amikor most különösen mióta ebben hiányom van, hogy mikor felmutatja a papa tévén keresztül az oltári szentséget, akkor valahol ugyanazt érzem, de már előtte készülök, hozzáteszem, ugyanazt érzem, hogy igen, ő megtisztel engem, nekem föl kell tekintenem ő rá, és könyörögni, hogy jöjjön a szívembe, alakítson engem, és akkor a vért, a kelyhet fölmutatja a pap, akkor azt mondom, hogy Uram, mosd le bűnömet, hogy tiszta legyek. És ez az én, mindig ez volt az én elképzelésem, hogy csak ezek tudják az embert megmenteni. Sokat beszéltünk az atyáknak a szerepéről, de Szentmisén történik egy nagyon fontos pillanat, amikor a pap, ugye in persona Christi, ugye ez a latin kifejezés, hogy Krisztus személyében mutatja be a szent áldozatot. Igen. Ezért mostanában szinte egy olyan dolog, amivel sokan küzdenek, hogy elhinni, hogy az az atya, aki hát ki tudjuk, hogy éppen milyen bűnben él, ő hirtelen in persona Christi, Krisztus személyében bemutatja a legszentebb áldozatot. Ez Jézusnak a legnagyobb alázata, és a legnagyobb csoda, hogy én bűnös ember kezembe vehetem, és azokat a szavakat mondhatom, és akkor az valóban átváltozik. Uh-huh. Na most, mivel
minden kegyelem, az is egy nagy kegyelem, hogy én ezt elfogadom, elhiszem, tudom. Uh-huh. Tehát nem, hogy hiszem, tudom. De ehhez nagyon, de nagyon sokat kell az embernek imádkozni, mert egyik napra a másikra ezek nem mennek. Egy folyamatos imádság kell. Ima, 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 ima. Szüntelenül imádkozni. Szüntelen imádkozni. Szüntelen imádkozni. Megemlítette az előbb a Szent Mise, mint a képernyőn keresztül. Ugranék is egy nagyot az időben, hiszen néhány évvel ezelőtt, 2020-ban, hát itt szerte a világon, itt 2020 márciusában kitört a Covid-járvány, elérte Magyarországot is, és hát egyik napról a másikra azon kapták magukat a katolikus hívek, hogy nem tudnak már eljutni a templomba, hiszen az a templomok zárva vannak, és már csak a Szent Misét már csak a képernyőn keresztül, jó esetben a képernyőn keresztül tudják csak követni. Ebben a helyzet egy picit más, hiszen két héttel a járvány előtt már olyan helyzetbe került, hogy nem tudott Szent Misére eljutni. Mit adott önnek ekkor az, hogy egy televízió képernyőjén keresztül, bár nem fizikai értelemben nincsen ott a templomban, de valahogyan mégis ott van a templomban? Igen. Az első dolgom az volt, hogy leültem, és nagyon, de nagyon komolyan ezt az egész helyzetemet átadtam az Istennek, és kértem azt, hogy adjon erőt. Én soha nem gyógyulásért imádkozom, csak erőért imádkozom, hogy ezt az állapotot el tudjam viselni, nem szomorúan, hanem normális körülmények között. És az is volt bennem, hogy nem hiába volt ez a járvány. És azért vagyok most viszont szomorú, nagyon szomorú, hogy mehetnének, és kényelmesebb esetleg fotelból nézni. Hát azért mindannyian tudjuk, hogy az nem helyettesíti, ugye, a vasárnapi Szent Misét, meg semmilyen Szent Misét, igen. De ha én nagyon, de nagyon átgondolom, és imádkozom, hogy a Szentlélek tegyen valami csodát velem, hogy érezzem azt, hogy most igen, ott én nekem mutatják fel, és táplálkozom a régiből, előveszem a régi élményeimet, amikor természetes volt. És ez az, amit az embernek természetes, az egy idő, egyik pillanatra a másikra már nem természetes. Egyfajta az az éhség, amiről, ha jól tudom, akkor Szent Newman, Szent igen, John Henry igen. Newman, nem jut eszembe magyarul, Newman, hogy lehetne mondani. Igen, Henry Szent János talán, vagy ő mondja azt, hogy hát ez a lelki áldozás, az képes arra, hogy ezt az éhséget táplálja a szívünkben az eukarisztia iránt. Ezt tapasztalta igen, meg, Erna is? Ez, igen. Szóval az szüntelenül, szóval az biztos. Egész nap misét nézek. Hú. Én egyszer előtte fél órát már készülök úgy, mint annak idején, amikor mentem a templomba. Uh-huh. Fél órát készül minden nap ezekre a közvetítésekre? Igen. Az EVTN csatornáján? Igen, igen, igen. Melyik a kedvenc Szent Miséje egyébként? Úgy értve kedvenc, hogy a kedvenc helyszín, akkor inkább így mondom, amit a legkönnyebb az adott szakasz, a napnak az adott szakaszában nézni, vagy becsatlakozni? Hát, mert lusta vagyok. Nem mindig kellek fel reggel korán, ez bevallom őszintén. Nagyon tetszik a szikla kápolnából a közvetítés. A pálos atyák. Pálos atyákat, igen, 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 igen. Nagyon szeretem a Torontóból a milyen... Forrai Tamás. Forrai Tamás atyának a Szent Miséjét. Érezni, hogy ő családapa, ahogy ő beszél a híveivel. Mit javasolna azoknak a nézőinknek, akik kritikusak az ilyen szentmise közvetítések nézésével, nem amiatt, mert hogy hát az nem helyettesíti a szentmisét, amiben igazuk is van, hanem amiatt, mert hogy hát nekik az nem hiszik, hogy az bárkinek adna bármit. Sajnos lehet ilyen hangokat is hallani. Nekem egy nagyon, ahogy mondtam is, egy erőt ad.
az, hogy egyáltalán ebben a korban technikát annyira fejlődött, hogy ténylegesen aki úgy érzi, neki szüksége van rá, mert ennélkül nem élet az élet, akkor legalább látom. És én emlékszem arra is, nagy szomorúság volt az életemben, amikor édesanyámot ápoltam 17 éven keresztül, hogy tulajdonképpen a legfontosabb könyv az ott volt a Biblia, Szentírás, abból olvastam. És még az új ember sem volt olyan értékes, amilyen most. És sokat beszéltem neki. És amikor hazajöttem a Szentmiséről, akkor tulajdonképpen elmondtam neki, hogy mi volt a Szentmisén, mit beszélt az Atya a Szentbeszédben, hogy milyen erőt adott nekünk. Egy régi szokás volt régebben, ugye, hogy amikor az idősebb emberek elmentek Szentmisére, végén tették a kezüket a szentelt víztartóval, és hozták, és az érésük után meg lehetett érinteni. Ez egy régi, de anyukámnak azért nagyon nehéz volt. Igen. Nagyon nehéz volt. És azt hiszem, hogy ez egy különösen gyönyöri történet, hiszen február 11-e, tehát a adománynapunk, az a betegek világnapja. Igen. Ami azt hiszem, hogy ez a világnap a katolikus televízió számára is egy nagyon fontos világnap, igen, hiszen igen, rengeteg olyan nézőnk van, akik bármilyen oknál fogva, lehet egyébként, de nem is betegség miatt, de egyszerűen nem tudja elhagyni az otthonát. Igen. És hát nem árulunk el titkot azzal, hogy Erna is ezek közé, nézőink közé tartozik, akik lehet, hogy csak ritkán tudják elhagyni az otthonukat, és éppen ezért rengeteg erőt ad, hogy a katolikus televízió igen, tudják igen nézni. Itt zárásképpen van bármilyen üzenet, amit ezeknek a nézőknek, kifejezetten azoknak a nézőknek mondana, akik követik az EWTN Szentmise közvetítéseit, illetve azoknak, akik mindezt nagy szenvedések közepette betegen követik és nézik. Szenvedést adjuk át az Úristennek, és kérjük az erőt hozzá, hogy elviseljük. Ez az egyik, a másik meg az, hogy adjanak hálát a Jóistennek, hogy van egy televízió, amin keresztül üzeneteket kapunk megint. Úgyhogy más nem tudok üzenni. Üzenem nekik, hogy üzenetet kapnak, ha ott vannak. Ha az EWTN csatornán ott vannak. Igen. Nem szeretem mondani, hogy nézem. Részt veszek. Részt vesz. Igen. A Szentmisén részt kell venni, nem csak igen, nézni. Nem nézni kell, nem mozi. Nem tudom, mivel kapcsolatosan József atyával beszéltem. És azt mondja, hogy és nem nézi a 8:30-es misét? Mondom, nem, mert még akkor én fekszem. Hát akkor mi a? Csak egy gombnyomás. Na, atya kérem, hogy gondolja? Mondtam neki, csak ahhoz rend kell lenni, fél óra, stb. Utána milyen nincsen. Szentmisére készülni, készülni kell. Készülni kell. És utána még legalább negyed órát maradni. Úgy kicsikét az emberek, nem, ja, jó van, vége van, azt már megyek ki, és az reggelizem. Én úgy vagyok vele, hogy én addig nem eszem, ha délelőtt van szentmise, eddig nem vettem részt a szentmisén. A másik az, hogy este, meg egy órával előtte, tehát betartom a szentségi bőtöt. Ez még az én hülyeségem biztos. Mert ez egy nagyon szép készület. Mondtam az egyik barátnőmnek, mert azt mondja, Erna, szerintem borzasztó vagy. Hát kedves Erna, nagyon szépen köszönjük, hogy itt fogadott bennünket az otthonában, és köszönjük, hogy követi az EWTN szentmise közvetítéseit. Nagyon szívesen, bármikor, és sok áldást kívánok, és a szolgálatra, mert ez egy nagyon komoly szolgálat, hogy vinni az örömhírt a betegeknek, akik nagyon rászorulnak az örömhírre.